Több szempontból is nehéz a tavaszi szezon a Kalocsai KC férfi együttesének. A zárt kapus meccsek, a pandémia és a kulcsjátékosok hiánya nem könnyíti meg Kolicsék helyzetét a bajnokságban. Az első tavaszi fordulóban a Nagyatáddal küzdöttek meg idegenben, a másodikban pedig itthon a Dunaújvárossal. A vasárnapi mérkőzést követően a Dac edzője elégedetten nyilatkozott, hiszen, mint elmondta, a KKC-től hazai pályán nagyon nehéz pontot szerezni. Tudjuk, hogy itt nem sok csapatnak terem babér. Tudtuk, hogy nagyon sok problémával küzdik a Kalocsai, sérültek, nem engedték el kettős játékost játékengedéllyel. Próbáltunk az erényeikből felkészülni, meg a hátrányaikból. Hát annyi, hogy most ez tényleg nekünk sült-e nagyon jó. Olyannyira jól sikerült a Dacnak, hogy 8 gólos különbséggel 20-28-ra le tudták győzni a KKC-t. Az első két fordulóban tehát nem tudtak pontot szerezni a Szvétek Balázs nélkül pályára lépő kalocsai fiúk. A legjobban az ő hiányát érezzük, tehát hiányzik az a vezéregyéniség a pályán, aki össze tudná tartani, és ilyen nehéz pillanatokban erőt önteni a csapatba, mert ezek a második vonalbeli játékosaink, akik most kulcsemberekké váltak, látszik, hogy ezt a terhet nem bírják. A Vidók Patrik 100%-os zicsereket hibázott, a Schaffer védekezésbe háromszor kiállította magát, szélről nem tudtunk gólt dobni. Védekezésben teljesen állva maradtunk. Tehát egy sokkal erősebb, sokkal jobb a Dunaújváros vert meg bennünket. Kolicz János hozzátette, hogy a nehézségek ellenére azon dolgoznak, hogy a jelenlegi helyzetből ki tudják hozni a maximumot, és kemény munkával megalapozzák a jövőt. Itt most nekünk össze kell dugni a fejünket, meg kell beszélni, hogy ebből a jelenlegi állományunkból, a lehetőségeinkből hogy tudjuk kihozni a maximumot, mi az a maximum, és előre, hosszú távra gondolkodni a jövő évre. A Kalocsai Kézilabda Klub és a Dunaújvárosi AC összecsapását március 1-én, hétfőn 17 órai kezdettel láthatják nézőink itt a Kalocsa Televízió műsorán.